Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Takács Zoltán vagyok, és a mai vendégem P. Nagy László, aki Tatabánya mindenki ismer, aki csak egy kicsit is járt a sportban, a labdarúgásban. 76 óta, 1976 óta Tatabányai volt olimpiai válogatott is, és többször a Tatabánya edzője is, most nyugdíjas, de közben az utánpótlásért felelős koordinátorként is dolgozik. Na akkor rögtön az elején megkérdezném, hogy nyugdíjas, de ránézésre ezt senki se hinné el. Mi a titka? Hát nem tudom, biztos, hogy a gének is azt mondják, hogy a nyugámra hasonlítok. Ő, ő, volt szerintem hasonló alkat, mint én. Nem tudom, biztos, hogy nem hagy megöregedni, hogy gyerekek között vagyok állandóan reggeltel estig. Ez is sokat számít, gondolom, és gondolom, hogy a gének azért sokat számítanak ebben. Ha valakinek a futball ennyire az élete, akkor hatással vannak rá a futballvilág eseményei, és most nem árulok el nagy titkot, hogy ez a beszélgetés, ez akkor zajlik, amikor még nagyon friss a seb, amit a Ferencváros okozott a Ferőeri szembeni vereség miatt. Hogy élte ezt meg? Hát rosszul, magyar csapatról lévén szó, Ferencváros mindig és a magyar labdarúgás egyik éke volt, úgyhogy most is az, és első számú csapata. Há, rosszul, rosszul, mert, mert szurkodom nekik nagyon, hiszen tavaly jól szerepeltek a a BL-ben a bajnosságot nyertek előtte, úgyhogy gondoltam, hogy ez nem lesz szakadály nekik, én is arra gondoltam, és az első meccsüket megmagyaráztuk azzal, hogy a műfű meg a kispálya, meg nem voltam még igazából formában, gondoltam én is, hogy azért ennyi néző előtt nagy pályán, füves pályán, azért valamilyen szintű formában talán fogunk jutni, de csalódottásként éltem meg, hogy, hogy, nem. De biztos, hogy valamiért történt ez, aminek az okait sajnos mi nem tudjuk. Uh -huh. Több évtizedes edzői rutinnal nem szerkezeti, szervezeti problémák lehettek? sok új játékos, mint nem tudta volna pontosan taktikailag megvalósítani azt, ami esetleg meg volt beszélve? biztos, hogy közrejátszik ez is, hiszen azt mi is tudjuk, hogy, hogy nagyon sokat számít, hogy valaki jó csapat legyen, csapat egység legyen, és itt még nem hiszem, hogy ez kialakult. Meg arra gondoltunk, hogy mivel ennyire jó játékos van, ezt megoldják rutinból igazából. Hát ez nem következett be. Nem tudom, hogy mi történhetett egyébként, csak láttam a mérkőzést, nem tudom, hogy milyen taktikával álltak föl, mit mondott nekik az edzőjük, az ellenfél mennyire volt erős. Ezt a pályán lehet igazából érezni, ez kintről a tévéből csak okoskodásnak tűnik, hogy én ezt láttam, vagy azt láttam, ennek nem sok köze van a tényekhez. Hát vannak játékosként is, élményei meg is olyan mérkőzésekről, amikor semmi se sikerül, gondolom. Viszonylag ritka az ilyen, de ez nagyon-nagyon olyan volt. Hát igen, most, hogyha egy példát lehetne említeni, biztos, hogy sok volt, ami mélyen benne maradt a Váci kaptunk egy ötöst itthon. Nem értettük. Jó csapatunk volt, jól néztünk, jó formában voltunk. Jöttem át és guritudta egy ötöst úgy, hogy közünk nem volt a meccshez. Most se tudtuk megfejteni, még azóta sem fejtettük meg, hogy mi történt. Uh -huh. Ilyenek vannak sajnos a fociban. Az ilyen hatalmas pofonokból, ez olyan, mint amikor egy nagyon jó profi boxoló kimegy, tudja, hogy jobb, mint az ellenfele, erősebb, izmasabb, taktikailag is. Tehát jó, egy felhozó meccs, végülis az ellenfelet azért hozták, hogy kicsi edzés legyen lényegében, és kap egy olyan lengőt, hogy nem tud felállni, tehát kiütik. Van ilyen százból egyszer. Ez valami ilyesmi lehet. Ez ilyen volt pontosan, Ez igen. Hogy lehet mentálisan felállni? Hát sokat fog számítani, hogy mint tudjuk a hírekből új edző lesz, valószínű, hogy másképp fog hozzá a dolgokhoz, lehet, hogy másképp rakja majd össze egy csapatot, másképp készíti föl, nem tudom, hogy készítette fel a csercse, szóval nem sincs, tehát nem, nem vagyok benne ebbe, de amit láttam, az igazából, az, igazából sajnáltam a Fradit, mert rettenetesen nagy küzdködés volt az egész mérkődésen. Ezt el kell felejteni, így van, és újra kell az egészet hangolni. Aztán jön a következő sorozat, amiben meg részt kell venni, és abban is jó kellene szerepen, és akkor talán ezt a nagypofonot majd egy után elfelejtjük. Uh -huh. Hát most még nagyon friss ez a sáv, úgyhogy ö, itt ülünk egy Tatabányai stúdióba, és is, egyáltalán nem ez volt a terv, hogy erről beszéljünk. Szóba se került volna, ha normálisan megy Igen. az élet, és 5-0-ra győz a Fradi, és tovább megy. Úgyhogy most ezért a kitérő elnézést, de akkor térjünk vissza egy kicsit ide Tatabányára. Ez egyik kollégám, Ráadásul, aki sporttal foglalkozik, ott ö, lakik a pálya közelében, Tatabenyai pálya közelében, és azt meséli, hogy minden reggel kávézás közben azt látja, hogy menetrendszerű pontossággal T. <laughs> Nagy László megy a pálya felé. E, mi, hogy néz ki egy napja? A reggel kávé a barátokkal, <kül> 7 órától, és aztán 8-tól, fél kilenc-től indulok a pályára, attól függ, hogy hogyan van. Ha még van előtte időm, akkor kimegyek, megetetem a van egy kis kertem a pálya mögött és akkor annak ez a pálya. Most, hogy a első csapat is belépett az életembe, egy picit nekik is besegítek, használják a szememet, meg a rutinomat, a kegyet edző. Gyürki Gergő és Nagy Ricsi, elkértek, hogy segítsék be nekik, ahogy tudok a rutinommal, de csak mint kívülálló vagyok már. Megnézem az edzésüket, és akkor konzultálunk, hogyha kell, ha nem, akkor csak ott vagyok, és akkor délben egy ebéd, délután egy pici pihenő után általában három körül nem vagyok már a pályán, és akkor jön az utánportlás u 15-16-17-19-nek vagyok a szakmai koordinátora, ahol igazából edzéseket nézek, meccseket nézek, és akkor hát este. Tudjuk, hogy mikor végzünk általában 6 és 8 között élek haza, de inkább olyan 7 óra körül élek haza, és akkor ez egy nap. És akkor a hétvégéken a hét meg szinte állandó meccsnézés van, mert utánpótlásnak általában szombaton is van mérkőzés a délelőtt azt általában 10-kor, vagy meg 12-kor, aztán, aztán, hogyha idegenben megyünk, akkor még oda is elnézek valahol közel a helyekre, Budőrségének lehet, menni kocsival, megnézem a meccseket. Vasárnap szintén mérkőzések vannak, jön az első csapat mérkőzés, aztán hétfőn kezdődik előről. Ez őrület, tehát teljesen a futball az élete. Igen. De lényegében gyerekkora óta. Hát, amióta az eszemet tudom, igen, ez így van. Nem is forgott más a fejembe, hogy csak az, hogy focista legyek, aztán, aztán hál' sikerült, és aztán, amikor abbahagytam akkor gondoltam, hogy ha már ha már a foci, akkor az Edz hát helyek közel sikerült is. Ez az életem, én, ezt szeretem csinálni, nem is tudom elképzelni, hogy más csinálják. Megpróbáltam más is csinálni, de az nem ment, úgyhogy ez... Mi volt az, ha nem titok? Sportsellegekkel foglalkoztam, meg gravírozással ilyenekkel, azt egy, egy, pár éven keresztül csináltam. Szerettem egyébként csinálni azt is, azt gondolom, hogy azt is jól csináltam. De hát a foci elvitt, hogy mikor megkértek újra, hogy szálljak vissza a fociba, akkor de első vissza szálltam is szálltam, és nem szakadtam el, hál' Istennek. 1976 óta számít Tatabányainak, de olyan, mintha mindig is itt élt volna. Mi volt akkor más, ami a futbalt körbevette? Gondolok itt a körülményekre, gondolok itt a fiatalok hozzáállására, egyáltalán az egész futball életre. Fiatal játékosként érkezett, most hát, Most fiatalokkal foglalkozik. Igen, rengeteg fiatal volt, akkor is tatabánya mindenki focista akar lenni, és viszont, viszont a, a tatabányai bányásznak, ugye volt egy nagyon jó ö, hálózata, aki a fiatal tehetséget kutatta mindenhol. Hát egy játék, játékos társaim közül öm, szinte mindenki, aki abban a csapatban játszott kis, kis, kivétellel, máshonnan jött ide egyébként, de amellett itt nagyon jó, jó utánpótlás élet volt. Hát azért a, a, a bányának a stabilitása nagyon sok mindent meghatározott azért az első számú sport volt a labdarúgás, nb 1 voltunk, vidék legjobbja és -e stb. stb. Nagyon nehéz volt bekerülni a egy csapatba egyébként. Nekem egy fél év kellett ahhoz, hogy össze magam kapni és bekerüljek, mert az egy más világ volt igazából. Hát itt szerintem az egész városnak minden volt a foci, meg a kézilabda, ami szerintem az ugyanúgy nb 1 szinten volt már akkor is. Együtt éltünk a pályán a kézilabdásokkal, együtt öltözködtünk igazából egy folyosón, úgyhogy sokáig nagyon el egymástól, de hát a foci azt gondolom, hogy itt minden embernek megmozgatta a fantáziáját, és a meccsen nem véletlenül voltak teltházak állandóan. Na most a kézilabdának a Nimbus -a az megmaradt. Igen. Nyilván a színvonala is. A, a foci az meg hát hullámzik, mondjuk úgy. Hát eltűnt a stabilitás a foci mögül, ez volt a nagy probléma egyébként mert hogyha itt esetleg megszerültünk játékos ügyileg, akkor tudtunk bárhonnan játékos hozni, mert stabil volt az anyagi és egyéb háttér. ezért ez az utóbbi időben visszamutatva 10-15 évvel, vagy talán 20 évvel, és azért néha megmozdult rossz irányba, és azért nem volt már olyan nimbusz a hogyha valaki fölhívta, valakit felhívott a tatabányai vedetőség, hogy szeretnék idehozni, az valószínűleg nem mondta azt, hogy nem jövök. Most azért valószínűleg mondják. Nagyon mélyen indultunk az olasz brigádnak révén, megye háromból. Azt gondolom, hogy jó úton járunk most. Nagyon nehéz lesz egyébként még följebb kerülni. Igen. Amikor legutóbb egy hosszabb lélegzetvételű interjút készítettem itt a vezetőséggel, akkor a tatabányai focinak volt egy ilyen kis bicsaklása, mert osztályról osztályról edzőként sikerült megugrani ezt a megye háromból egészen a megye bajnoki címig tartó folyamatot. Aztán ott volt egy ilyen bicske elleni osztályozó. E, és most valami hasonló szituáció volt, ugye, e, az utolsó fordulóig vezetett a legutóbbi bajnoki kiírásban a e, MB3-ban most már ugye a, 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 csapat, és Veszprémben, hát sokak szerint vitatható körülmények között, de éppen hogy nem sikerült azt a pontot megszerezni, amivel ugye bajnok lehetett volna a csapat. Hogy érte meg? Hát nagyon rossz voltam a mérkőzésen, már a kezünkben volt, szorítottak a kezünket mi is az újunkat, hogy megvan a mérkőzés, és a 96 és fél perc környékén kaptuk a volt, ami hát kicsit már is volt, de valami a jóistenke így akart, ezt szoktuk mondani, mert utána lett volna még egy a mérkőzés, ahol viszont nem érettünk volna az esélyesek, bármennyire is éreztük magunkat jónak, meg jó csapatnak, azért annyira egy ház erős volt, és ez a Veszprémnél is lehetett látni, amikor egymás ellen játszottak, hogy a Veszprém hiába egy, egy masszív csapat volt, mint mi, azért elvérzett annyira egy ház ellen. Azt gondolom, hogy, hogy, kellett nekünk még egy kis idő. Jó lehet volna fölkerülni természetesen ezt, mert éreztük, hogy van bennünk erő arra, hogy fölkerüljünk, de most akkor kicsit még megerősödünk ezen a nyáron, és nekivágunk újra, ami nem lesz könnyű újra. Uh -huh. Ismét. Külső uh, körülményekről beszéltünk, meg a, a pénz szerepéről, ami persze nem predestinál arra, hogy mindjárt eredmény is van, sőt, hát most, hogyha megnézzük, akkor a Ferrari csapat az huszad annyit ért, és villanyszerelő is dolgozik, meg Pék, meg nem tudom a futball mellett abban a csapatban, és mégis ugye mi lett az eredmény. De azért általában, hogyha biztos háttér van, akkor nagyobb az esély arra, hogy egy csapat szintet lép, és az opusztigáz megjelésével most ez lehetségessé válik. Én. Nagy esélyt kaptunk ezzel természetesen, hiszen azt tudjuk, hogy azért nem minden a pénz, azért nem baj, hogyha van, hiszen azért, hogyha igazolunk egy játékost, és biztos az önöki háttér stabilak vagyunk, azért könnyebben jönnek ide játékosok. Most igazából, akit igazoltunk, azok két saját nevelési, akik most visszajött Budőrsről, és a Kiprik Dávid, aki saját nevelési játékosok, aki évek óta máshol játszik, most hál' meg tudtunk vele egyezni, és visszajött. Köszönhetően annak, hogy ő is érezte, hogy most biztos az anyagi háttér, és, és nyugodtan jöhet a tabányára örülünk neki. Én azt gondolom, hogy erősödtünk. És még egyszer hangsúlyozom, hogy a Oposztigáz belépésével azért, azért nagyon komoly esélyt kaptunk arra, hogy, hogy a, a, többi csapat is úgy érezze, hogy mi erősek vagyunk biztos anyagi háttérrel, a városi támogatással, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Korreális cél lehet most már talán. Beszélgetek a Gerivel nagyon sokat, Gyürki Gerivel. Ő azt mondja, hogy egy három. Én is ezt mondom egyébként, mert nem tudjuk, hogy a többiek mennyit erősödtek. A Veszprém erős volt eddig is. Valószínűleg hogy ők a babériaikon. A Kanizsa nagyon jó csapat volt, ők is erősödtek, olvastam, illetve tehát az edzőjüknek, és hát ne feledkezzünk el a, a, a Budaörsöl, aki, aki, ha jól tudom, Paksi együttműködés kötött, valószínűleg kapnak jó futbalistákat, és hát ha jól emlékszem, még a, a harmadik kerület, talán még ha jól emlékszem, hogy itt van velünk. Tehát van, van néhány csapat, aki, aki azért, aki legalább olyan tervekkel indulnak, ennek a bajnokságnak, mint mi. A Gerivel úgy beszélgettünk, őnek is az a vélemény, hogy egy-három és hát meglátjuk. Uh, Tudunk-e még igazolni, még azt mondtam, hogy szüksége lenne egy játékos legalább, hogy masszívak legyünk, elkerüljön bennünket a sérülés, a kiállítások, stb. stb. És akkor, hogyha ha ez a csapat morál megmarad, ami nálunk van, ami nagyon-nagyon fontos, akkor azt mondom, hogy hogy ott leszünk a véghajrában, hogy aztán akkor mi lesz, azt nem tudjuk, és akkor tudjuk, hogyha megnyerjük, ezt most úgy mondom, ha megnyerjük, uh -huh. akkor játszunk-e meg egy jó a valamelyik csoportnak az első évvel, ami szintén nem lesz egyszerű. Talán könnyebb, mint a Nyíregyházával kell volna játszanunk. hosszú menetelés, nagyon sok mérkőzés a még hátra. Azt látom, hogy masszívak vagyunk, és, 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 nagyon, nagyon jó közösség alakul ki nálunk, amiben az érkező játékosok nagyon könnyen beéleszkedtek. Most a háttérről még egy kicsit úgy hallottam, hogy a lelkemre kötötték itt a sportrovat, hogy mindenféleképpen Beszéljünk egy kicsit a, arról, hogy érkeztek ilyen rehabilitációs eszközök is. Ezek ennyire nagyon fontosak egy csapat életében? És hozzátehetnek akár 5 10 százalékot is az eredményességhez? Nagyon, 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 nagyon sokat számítanak. Ne felejtsem meg, hogy megemlíteni a Jóboton, de elnök úrnak a szerepét ebben, hogy ő, ő ezeket nagyon szerette volna, hogy ezek meg, hiszen ez volt a kérés a szakmai stávnak, mert, mert előre felé kell menni most bármennyire is tudjuk, hogy ez egy, ez egy, drága mulatság egyébként, de hát most már olyan is munkát végeznek a srácok, hogy, hogy, hogy muszáj. Tehát a napi kérdezésekkel készültek a felkészülés alatt, komoly terhelésekkel kellenek ezek a dolgok, amik megkönnyítik a regenerációt, hiszen, hiszen a mérkőzés ilyen 40 fokos hőségbe megtörténik, aztán, aztán, egy nap szünet, és utána hétfőn kezdik újra a, a felkészülést, az edzéseket, és megterhelő nagyon. Hát most mondhatjuk azt, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi nem fogunk még elérni, most sem, mert annyira drágák, legalább az alját elérjük, hogy, hogy, hogy felfrissüljön a játékos másnapra edzésre, kisebb sérüléseket tudjanak kezelni. Én is az, azt látom, hogy kell ez az út, és ezen kell járnunk, mert ez a járható út, és arra felé kell mennünk, ami jó, és hogyha... Ez a nagy csapatoknál működik, akkor nekünk kicsiben nálunk is kell, hogy működjen és segítsen a játékosnak a regenerációját, a rehabilitációját, mert ez nagyon-nagyon fontos. Az nem lehetséges egyébként, most ugye eszembe jutott erről, hogy Pudaőrs, ugye, hogy így az erőbb szóba került, paksal kötött ilyen együttműködési megállapodást, hogy a Tatabánya is valakivel egy ilyen első csapattal köt, és akkor így a játékosokból, a keretből kapják. Én úgy tudom, hogy erről még nem volt szó. De gondolom ehhez nekünk is kell, hogy felkerés kapjunk, hogy esetleg valaki azt akarja, hogy legyünk a hiúk csapata. Én azt gondolom, hogy ha, ha mi felkerülünk MB2-be, akkor nem hiszem, hogy erre szükségünk van. Így MB3-as szinten lehet, hogy szükségünk lenne rá. Egyelőre szerintem én nem tudok róla, hogy lenne ilyen felkerés valahonnan, hogy szeretnék, hogy hiúk csapat legyünk. Uh -huh. Nem tudok erről. Uh -huh. Csak a, a sérülésekhez úgy jön ez, hogy ö, eszembe jutott meg a rehabilitációhoz, meg a regenerációhoz, hogy a lehetséges hogy szerepe volt abban, hogy a bajnoki hajráig nem tartott ki az előnye a tatabányának az elmúlt bajnokságban, hogy pont ez ebből kifolyólag nagyon sok sérülés volt, nagyon tartalékos volt már a végén az utolsó, nem tudom, 5-6, de akár már 10-fordulóban is a csapat, tehát hogy nem tudtunk úgy kiállni, ahogy egyébként ha ezek a, ez a háttér akkor lehet, hogy ki tudtunk volna. Nem voltunk elegen. Tehát azért egy, egy, egy csapatnak, egy csapat olyan erős, mint a, mint a kispadja. Azt mondták, hogy a az legelősebb láncszem működik, hogy amilyen a legutolsó játékos, olyan a csapatod. Tehát, hogyha van a, a kispadon van 6, 5 olyan ember, aki, aki hasonló értékű, mint az első csapat a 11 játékosból, a 10 mezőnyjátékos, akkor tudsz bátran cserélni. Mindenhol előfordul, hogy vannak sérülések, vannak eltiltások, igen, mindig rosszul, rosszul jön, hogyha egyszerre kettő vagy három sérül, meg van, is, van olyan is. Hogyha egyesével történnek a dolgok, hát ez az isteni is szerencsé, akkor tudsz De van, amikor jön három egymás után. Itt volt például a, a döntőmérkőzés pápán, a West ahol a húrottak akik már a végkimérülésig edzettek, meg dolgoztak hetek óta, és nem tudtunk sajnos cserélni. Már a Gerinek is be kellett állni, aki hát mi azért nem volt toppon fizikálisan, de megoldotta azt a feladatot, de kell volna még legalább két-három ilyen csere. Most ezzel vagyunk szerintem, szerintem erősebbek, remélem, hogy nem cáfol meg a csapat, hogy most többen vagyunk felnőtt erős játékosok, mert ismét van, mindig van közöttünk fiatal is, akiknek akkor tudunk lehetőséget adni, hogyha megvan az eredmény. De amikor ilyen kiki vannak, akkor ezeket az döntéje, hogy tudsz-e jót cserélni. Tudsz-e változtatni, mint hogy tegnap a Ferencvárosra térünk vissza erre, ötöt cserélt, vagy négyet cserélt a Csercse, szóval és hát igazából nem nagyon nem jöttek nagyon. Pedig hát azért cserélt, hogy, hogy tudjon, de neki van négy-öt játékosa, aki esetlegesen, ha, jobban sikerül a listesnek a csele, a lövés, és a stb. Tehát ez, ez, ez mind ha már. Azért térek vissza, mert ez pont tegnap volt. De a lényeg az, hogy hogy, hogy legyünk legalább 16-an egy képességű játékos, és most vagyunk, vagy leszünk, mert most van két rehabosunk ismét sajnos, a, a ha és Attilán, kivettek egy darab a térdéből, és ő, ő, ő még nem ő teljes értékű. Visszatér még a, a, a Gyuszi, a forró Gyuszi, aki szintén ö, fontos emberünk. Sérül, és, sérültek mindig vannak. Ja, és a Katana Karcsi, aki, aki, aki Csákvajé próbálják után visszajött hozzánk, és mindjárt meg is sérült. Úgyhogy ő, ő, ő szerintem egy két hét múlva lesz, és akkor igazából az igazolt három emberrel, akit igazoltunk, ők mind stabil tagjai lehetnek az első csapatnak, de a keretnek biztos. Szuper, és főleg az, hogy ebben a keretben, ha megnézzük, akkor már a helyi fiatalok aránya az elég magas. És ugye utánpótlásért felelős koordinátorként, volt utánpótlásért felelős szakmai igazgatóként is, az elsődleges dolog azt gondolom, nem csak az, hogy az utánpótlásból sikereket érjen el Tatabánya, hanem hogy azok a játékosok, akik ott kiemelkedőt nyújtanak, azok szépen a tinikor után átlépve az utánpótlás felnőttek közé, be tudjanak épülni a csapatba? Nagyon fontos, hogy dolgozunk egyébként. Hát most a, a, a két a legutóbbi hetekben került föl német Dani és Zacsai Csabi a, a csapat keretében, 17 évesek mind a ketten. Hát hosszú távon kell még velük dolgozni, nagyon tehetségesek mind a ketten. És a csapatoknak tényleg én azt gondolom, hogy a csapatnak a 60-70 a saját nevelés, akik évek óta dolgoznak, és a saját utánpótlásba jönnek föl és most akik visszajöttek is, a, a, Klaus, és a Soltész Barni, ők is a saját nevűs játékosok, a kis kipu szintén, a Dávid, aki, aki nálunk palérződött valameddig, aztán úgy ment el magasabb osztályba, és ott folytatott a vasztalmas újra visszatétős. Tehát most három saját nevűs játékos jött föl, plusz két fiatal, ezen dolgozunk, hogy ez minél több legyen, és minél többen tudjanak játszani, mert hát ez lenne a lényeget, a fiatalok játszanak. A csapatba, ezt szeretik az emberek is, szerintem erre, erre vagyunk mi is büszkék, és hát a, a városvezetői is könnyebben segítenek a csapatnak, hogyha azt látják, hogy a mi gyerekeink, akinek esetleg is segítséget kell nyújtani. Na, a mi gyerekeink akkor szeretnek futballozni? Hát nincs olyan ember, akinek nagyobb ellátása lenne a tatabányai fiatalokra, tehetségekre, utánpótlásra? Szeretnek futballozni? Sokan vannak? Jók? Sokan vannak? Picsit átalakult az utánportásunk, ö, nagy vedetésével szerintem nagyon, nagyon jó munkát végeznek, nagyon sok gyerekünk van. Ö, a környező ö, csapatokból is sok fia, ügyes játékost tudtunk ö, behúzni már fiatal korban. Igazából csak a felnő a 15-től követem a minden nap, napi munkát, de ahogy tudom mindig megnézem azért a kisebbeknek a játékát, és nagyon sok ügyes gyerekünk van, bocsánat körül a kifejezés, emlékek. Mm -hmm. Gyerekek nagyon sok ügyes gyerekünk van azt látom, hogy, hogy hosszú távon, mert hogyha fölfelé kicsit elkanyarodok, ha fölfelé akarom menni, nem fog minden évbe beférni két fiatal a csapatba. Hát olyan nincs. Az majd egy. Uh -huh. De ha mindig van egy minden évbe, aki a keretbe be tud kerülni, az már nagyon-nagyon jó dolog. És most az a két sár szerintem, ha el nem kiabálom, le is kapogom, ők, ők szerintem hosszú távon erősége lesznek a csapatnak, és ha minden évben tudunk egy-egy embert behúzni, akkor szerintem ez a folyamat folytatódik, hogy saját nevelési játékosokat tudjunk, tudjunk, dolgozni. A Gyürki Gyere és a Nagy Ricsi egy ilyen, ilyen, talent programot, ahol, ahol 12-14 fiatal játékosnak külön edéseket tartanak, és nagyon jó dolgokat csinálnak, ők a kiemelt tehetségeink, úgy hívjuk őket. A felkészülés alatt ez a program nem működik, mert mindenki nagyon arra dolgozik, aztán a bajnoki rendszer minden héten egy alkalommal szerdán délután vagy este tartunk egy ilyen edést, és ezek a gyerekek külön képzést kapnak, akik egy kiemelt tehetségének tartunk. Ez is egy fontos dolog szerintem. Na, hogyha megnézzük, vannak mindig ilyen jó generációk, akik ilyen sikeresek is, mert úgy csapatként nagy eredményt érnek el. Most azt hiszem az U16, ugye az, amelyik, amelyik, nagyot dobott, mert bajnokságot nyert. Igen, a 16 és a 17, aki, aki most egy, egy kiemelkedő játékosok vannak. A 16-ban nagyon ügyes srácok vannak, akik még nagyon fiatalok egyébként. Nagyot alkottak ezen a, ezen a két mérkőzésen, hát hiszen én voltam Budaörsen, ahol, ahol 3 három egyre, egy picit bal szerencsésen. Ág, mondom őszintén, hogy én nem vagyok pessimista ember, de azt gondoltam, hogy azért nagyon nehéz lesz dolgozni, mert a egy jó csapat volt egyébként. És egy picit nekem is kellemes meglepetésként ért, hogy, hogy nem, nem görcsöltünk rá, hanem azt láttam, hogy ezen a meccsen mindenki a legjobbját tudta nyújtani. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, mert azért tudjuk, hogy azért a tét azért rakja a békét a lábakra. És ezen a mérkőzésen szinte mindig ilyen 110 ezer pörgött, sok kiállítás volt a egy fiatal tehetségünk hibázott, és aztán, aztán sajnos szabálytalanok is és kiállították az első félidő 25. percében, is, tehát egy emberrel tudtak ezt a meccset 3 három óra, ami azt szerintem óriási bravúr. Hát most elérték azt, hogy egy osztályjal följebb kerültek, és egy még jobban a fognak játszani de nagyon tehetséges kölkök, és hát ez a brigád, akiből a, a német Dani és a Lacsik Csabi fölkerült, az a brigád is nagyon-nagyon tehetséges. Ők már följebb játszottak egy korosztályjal mind a ketten, és a Sanyi Laci a az EFI-be már, tehát ők, de még csak mindig 17 évesek mind a ketten. Hát ezért vannak követendő példák, ugye a magyar futballban, hála Istennek az elmúlt időszakban, elég ha csak mondjuk a szoboszlait vagy a kerkeszt említem. Ráadásul a szoboszlaihoz van személyes kötődés is, mert ha jól tudom, akkor a Lombard tatabányánál még edzőként is a Szoboszlai Zsolt, tehát az édesapja. Volt játékosom, nagyon jó futbolista volt ő is. Hát a, szerintem a, a, a szerintem azt hasonlította a, 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 Dominikéhoz. Feljátékban ő nagyon jó volt. A Dominikat nem tudom, hogy mennyire jó feljáték, mert annyira még nem láttam, hogy ő kiemelkedő fejlő lenne. Hát viszont a többi dologban, pontrugásban, rúgótechnikában, gyorsaságban a Dominik szerintem megelőzi a Fatert, ez nem baj egyébként, ez egy jó dolog, de a Fater is nagyon jó játékos volt egyébként ezen a szinten. És mit szól ahhoz, hogy a nyár nagy szenzációja volt, hogy 70 millió euróért a Liverpoolba ment? Hát ez egy csoda szerintem, magyar szinten ez egy csoda meg nem csak magyar szinten, szerintem bárhol csodálni egy ilyen fiatal 22 éves játékos a Liverpool leigazol ennyi pénzért. Hát így szerencsénk lesz, Dominikot láthatjuk minden héten, mert ahogy hallom, a csatanák ráugrottak, és az összes meccsét közvetíteni fújják a Liverpoolnak. Így láthatjuk majd minden héten, hogy, 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 ott van a helye, ki tudja harcolni a helyét. Én nagyon bízom benne, mert én nagyon jó játékosnak tartom. Mm. Amit én láttam, a itt szerintem szentációs, és fiatal, és fiatal 22 éves korában. Hát, ahogy olvasgatom minden nap a híreket, meg a tév, most tele van a, 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 sajtó az a Liverpooli dolgokkal, sok mindent megtudunk róla, hogy, hogy még, még, a bundesliga is nehezebb a, a fizikális igénybevétel az angol bajnokságban. Igen. Hát, és nagyon az... szurkolok neki, és nagyon szorítok neki, mert ez, ez, a, ez egy szimpatikus srác. Igen, ráadásul a Szoboszlai Árnyékában, úgy mond, itt van egy még fiatalabb tehetség, a 19 éves Kerkáz, aki Igen. szintén az angol első osztályban megy, hát, ha nem ott... is egy csapatba, de egy hát, a... Premier csapatba, csapatban, ami egy nagyon nagy dolog, Igen. szintén. Hogy tud egy játékos 19-20 évesen ilyen szintre jutni? Mi kell ehhez? Mi, a... mi, mi ennek a titka? hát biztos, hogy nagyon nagy, nagy tehetség kell először is hozzá, és a tehetséget úrni kell élnie. És a elhivatottság rengeteg edzést szinte mindenről neki kell mondania, és hogy állandóan toppon legyen, mert olyan, olyan fizikális ö, ö, dolgokat kell megcsinálni, olyan, olyan igénybevételnek van, on, kitéve fizikálisan, hogy csak, csak top fizikális állapotban lehet ö, folyamatosan. És hát tényleg a, a lemondás, az akaraterő, a, a a tehát minden nagyon-nagyon összeke, hogy jöjjön, hiszen hát tudnék beszélni, mondani neveket, de nem szeretnék tartományán is, hogy milyen játékosok ö, nem kerültek oda a közelébe se az MB1-es csapatnak, pedig hát a, a, a utánpótlás bemutatott egységük alapján 15 mb 1 csapat kereste őket. Na ez ez a másik. Uh, és, nem, és, és hogy, és hogy mondhat, mondhatnám, hogy nem lett belőlük mb 1 játékos sem, de még talán mb 2 sem. Nem csak a labdarúgásban, hanem a számos van, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy valaki az utánpótlásban fantasztikus eredményeket ér el. Hát most hirtelen beugrott az, hogy számos olyan teniszezőnk van, akik Grand Slam tornákon nyernek fiatalon. Igen. Ifjúsági és aztán átlépve a felnőttbe, persze az is hatalmas eredmény, hogyha a világangistán valaki az 500-ba, nemhogy a 100-ba bejut a teniszben, tehát valamiben mondjuk valaki a századik a világon. Tehát az, gondoljuk végig, hogy ez mekkora teljesítmény elképesztő. De mégis nincs meg az a szenzációs top teljesítmény. Tehát az utánpótlásba, aki jó, az a felnőttbe néha nem jut be, sehova se. Mi, mi az, az akadály, amit nem tudnak venni? A más, világ, hát más világ, a felnőtt, játék bármelyik sportban szerintem, most a fociról beszélek, mert abban vagyok inkább otthon, hogy aki, oda kerül mondjuk a két fiatal sáz fölkerült most nyáron a első csapat keretéhez, tehát már nem meghaltak mind a ketten, mert teljesen más iramban, erőben kell dolgozni fönt. Ezt nekik meg kell majd szokni, ez egy fél év körülbelül, és aztán, aztán majd, majd, jön a harca a csapatba kerülésért. Lesz bennük elég kitartás, hogyha jönnek majd a pofonok, mert sajnos a pofonok azok jönnek egy idő után minden sportban, jönnek a vereségek, jönnek a, a, a sérülések és a formaingadozások, amikor nem tudod, hogy mi történik vele, csak ami eddig ment, az most nem megy. Ez hogy tudod kiköszönben, hogy tudod ezt, ezt, átélni? Tudom, hogy most van vannak szakemberek, hogy segítenek ezekben a szituációkban. Nekünk azért még nem nagyon volt ilyen. Valószínű, hogy ilyen belső motiváció, motiváció volt, ami minket vitt előre felé, hogy az akarok lenni fotista, és jó fotista akarok lenni, és semmi más nem érdekel, csak az, hogy olyat legyek de hát ha megvan a kellő tehetséged, a kellő motivációd, és egy kis ész is párosul hozzá, mert azért kell hozzá, intelligencia, hogy ezt a, a sikereket is feldolgozni, a kudarcokat is feldolgozni, és hogy, hogy egyik nap nyertél, és az már a másnap nem számít semmit. És a siker mellé sok olyan dolog jön, ami, ami hát az ember gyarló, és nem, nem mondok példákat, meg nem mondok semmit, de, de sok minden van, ami elviheti a fejedet ehhez kell motiváltnak, erősnek lenni, aki sajnos ez nincs mindenkinek meg, mert nagyon, nagyon könnyű a rossz felé menni, sokkal könnyebb, mint a jó felé. A csábítás az, az nagyon-nagyon rossz dolog, és az át csak most, már majd holnap már nem. Ilyen nincs. ilyen nincs. Felnőttek ilyen nincs a felnőtteknél, már, már hát mi is végigéltük ezt, is. hála Istennek az én karrierem is azt mondom, szóval, hogy büszke lehetek rá, de sok olyan csábítás volt, ami azt kell mondani, hogy hát ez nem fér bele. Pedig jó lett volna, de nem fér vele, mert, mert másnap edzés van, stb. stb. Tehát igazából gyilkos dolog ez egyébként, ez a, ez a 10-14 év, ami nekem is volt, mert folyamatosan, folyamatosan toppon kellett lenni, mert nem, nem tudtál kihagyni, mert jött a, jött a fiatal tehetség, és most szorítottak is ki a csapatból. Tehát a helyet meg kellett őrizni, a, a meg kellett őrizni, és hát a, a, szervezet egy idő után meg szépen elkezd majd lassulni, mert, mert Topon 26, 26-27-es korodban vagy, és az, az elmúlik, akkor annak ez a mész kifelé, és akkor, akkor kell még nagyon rátenni egy lapátta, hogy maradj egészséges, motivált, stb. stb. Nehéz, de jó ez. Uh -huh. Ezért most beszélhetünk arról, hogy körbe van-e olyan fiatal, aki majd uh, esetleg szoboszlai, vagy kerkez lesz, vagy legalább egy, uh, nem tudom, top NB1-es klub kiveti rá a hálóját előbb-utóbb. Megkérdezhetném, nyilván lehetne is egy-két nevet felsorolni, akár a keretből, akár az utánpótlásból, csak azért nem érdemes, mert valószínű, hogy ezt nem tudhatjuk. Nem. Most még... <kül> Vannak nagyon tehetséges játékosok egyébként tényleg, akár, akár lehetnek szoboszlaik is, de hát ez nagyon nehéz, hosszú folyamat, hogy ez, ez kialakuljon. Itt, először itt kell ö, alkotniuk, tehát MB3-as szinten kell alkotniuk, hogyha az MB3-os szintet akkor jön az MB2, azt is ki kell nőni, aztán jön az MB1, és akkor még mindig nem vagy olyan szinten, mint a Kerkez Milos meg a Szoboszlai, hiszen ők, ők azt gondolom, hogy ők már sztárok, ők már nem ezekről is Most nem tudom, hogy világ vagy Európa szintű sztárok, de, de azok. Tehát ez nagyon-nagyon messze van még ezeknek a srácoknak. Szerintem ott van mindenkinek a lehetőség, aki tehetséges. Csak a és nagy szólvalom, amiről beszélt a, a Zsolti és a gyerek kapcsán, hogy minden nap gyakorlás, plusz, 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 mindig nem elég az edzés, nincs. Valami jó kell, hogy legyél, ő a szabad rugásokban nagyon-nagyon jó, pont rugásokban rugó technikája jó, és ez gyakorolja, és látod, hogy azért látunk egy pár csodálatos gólt szoboszlaitól a nem a bokorugrók ellen, hanem a világklasszis csapatok ellen is. Igen. Ez gyakorlás kérdése, mert csak akkor megy. Reméljük, hogy legközelebb arról tudunk beszélni, hogy fiatalok hasonló cselekedetekkel emelték a Nimbuszát itt a helyi futballnak. Én nagyon bízom benne, hogy megyünk fölfelé. Fiatal szakma szakmai stáb nagyon-nagyon komolyan dolgozik ezen. Hogy tudom, segítem a munkájukat, Szabó Gyurival, Csopó Karcsival, Lakatos Karcsival, Kisimrével, akik itt a helyi öregek, ott vagyunk minden meccsen, próbálunk okosságokat mondani, ami, ami nem könnyű egyébként, de megpróbáljuk, ha elfogadják, akkor nagyon nagy segítség szerintem. Tehát mi mindenben segítjük őket, és nagyon szurkolunk, hogy térjünk vissza a régi szép időkhöz, hiszen mi tudjuk, hogy nagyon-nagyon szuper volt. Itt is szeretjük őket, hogy ahogy itt vannak, de, de azért ennek a, ennek a magyar bajnokságnak azért a, felső szintje az az MB1. Ami nem tudom, hogy mikor elérhető a tatabányán, de azt gondolom, hogy elérhető közelségben az MB2-ben jelen pillanatban. Ezért szurkolunk, hogy az jövőre sikerüljön. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.